Polgármester úr, hogyan értékeli a lezajlott bajnokságot? Abszolút amatőr bajnokság került megrendezésre 2013 áprilisától a múlt hétig. Lebonyolódtak a mérkőzések, 9 csapat vett részt ezen a városi kispályás bajnokságba, és elmondhatom, hogy nagyjából a csapatok azonos baráti körrel, labdarúgást kedvelőkkel ártak össze, és így játszották végig a bajnokságot. Sajnos időközben egy csapat visszalépett, de így is kiválóan el lehetett dönteni az eredményt, hiszen a tavasz és az ősz folyamán a csapatok mindenki ellen játszott ugye 2 fordulót, és így alakult ki a végeredmény. Azt hiszem az első 3-nak a helyezésében nem is volt pontegyenlőség, talán a 4.-5. helyen volt pontegyenlőség, és itt is a vonatkozó szabályok eldöntötték. Hát a csapatok neve ismerős, hiszen első helyezett a Fregat TK lett, a második helyezett a Farmer Világ, a harmadik pedig az Alavolán Old Stars. Valamennyien mondhatnám úgy is, akik itt a bajnokságban részt vesznek, kispályás specialisták, baráti társaságok, régóta futballoznak együtt, és örülünk, hogy meg tudjuk szervezni az önkormányzati finanszírozással ezt a bajnokságot. 2013-as labdarúgó bajnokság gólkirálya Balazsic Péter, aki a Memory színeiben rúgja a labdát, 33 gólt szerzett, továbbá ugye 9 gólt szerzett az IPA elleni törölt mérkőzéseken, azaz összesen 42-szer zörgette meg a hálót, és kívánom, hogy akkor továbbra is veszélyeztesse az ellenfeleknek a kapját. Tervezzük természetesen a folytatást, hogy az ősz folyamán, illetve télen egy városi teremlabdarúgó bajnoksággal, ugye a hagyományoknak megfelelően folytatnánk ezt az esemény sorozatot.